Az ottunk három játékost, mik a helyed róluk, hogy látod a játékokat, az esélyeket a csapatba kerülésre? Ugye mind a három játékos azért igazoltuk le, mert úgy gondolom, hogy erősítés jelent a csapatunk számára. Két gólerős támadót igazoltunk, az egyikkel már dolgoztam korábban együtt, a Tóth Gábor Kristoffal az utánpótlásban. Utáni taladás felnőtt csapatában egy jó szezont futott, azután került a Budapest Honvédhoz, illetve Honori Norbert, akivel bízok, hogy egy csiszolatlan gyémánt. Fiatal, 22 éves támadó, azt gondolom, hogy a statisztikája magáért beszél. Húzmisriát pedig egy rutinos, válogatott, Európa-bajnokságot megjárt belső védő, nemzetközi tapasztalatokkal. Hogyha egészséges lesz, illetve erőlétben is utoléri magát, akkor ő is a tapasztalatával, rutinjával segíteni fog abba, hogy jó eredményeket érjünk el. Hogy telt a munka a héten? Igazából jó hangulatban dolgoztak a srácok, tervezett munkát, amit úgy kitűztünk célul, azt megvalósították. Én azt gondolom, hogy bizakodva utazhatunk Nyíregyházára, hogyha a heti edzés teljesítményt veszem alapul. Mi az ellenfelről, és mire kell figyelni Nyíregyházánál? Nagyon direkt játékot játszanak, nagyon fizikálisan magas játékosok alkotják a csapatot. Mi gondolok a Novák Csanádra, aki korábban itt is volt, több mint 190 cm magas, vagy ott van az Amosnyi, ő is korábban volt a haladás játékos, ő is 190 cm magas, a Papucsák Barna, úgyhogy nagyon sok beadás appellálnak, abból próbálnak meg gólokat elérni, úgyhogy mindenképp ott a 16-oson belül a felhívált labdáknál, beadásoknál észnék kell lennünk. Ha ezeket jól meg tudjuk oldani, akkor azt gondolom, hogy helyzetünk lesz, egyet kihasználunk, vagy kettőt, akkor elhozzuk a három pontot. Most péntek dőlt, ami a program a vasárnap délutáni mérkőzésig? Holnapi nap még délelőtt edzünk egyet, utána buszra szállunk és elutazunk Balmazújvárosba, vagy délelőtt, vasárnap délelőtt Balmazújvárosban lesz egy átmozgató edzés, délután pedig a bajnoki mérkőzés. Előny lehet, hogy nincs hazai pálya most, tehát igazából nem otthon játszik, hogy nyílt háza sem? Mennyire számít az előnynek mondjuk a mi számunkra? Szerintem minden mérkőzés itt nehéz, teljesen egy hazai pálya, vagy idegenbe játszasz, meg kell küzdeni minden pontért. Köszönjük és sok sikert! Köszönöm!